Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, örülök, hogy ennyien egybeültünk. És beszédünk kezdetén mondjuk el a Tiszta Univerzum mantráját, az Óm Nám mantrát hétszer egymás után. Jelentkezéses alapon összetetjük így a két kezünket, nem muszáj, ha nem szeretnéd. És Óm Nám, nagyjából uniszónóban kezdjük el. <kül>

Éppen. Szerencsére tudom, hogy a hallgatóság soraiban jócskán vannak azok, akik már tudnak az enről. Ezt most nyugodtan félre lehet tenni, ezt a tudást. És jócskán vannak olyanok, akik még semmit nem hallottak az enről, és teljesen kezdők. Itt pedig ne hidd azt, hogy nem hoztál valamit, ami fontos. Ne hidd azt, hogy üres kézzel jöttél. Mi az, ami közös bennünk, akár tudunk az enről, akár nem? az a valami, amit úgy hívunk, hogy buddha természet, vagy a megvilágosodás lehetősége. Az a valami, ami bennünk azt mondja, hogy én, vagy nem én. Az a valami, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a testeddel, érez a szíveddel, gondolkodik az intellektusoddal. Hát valami, amitől nagyon egyedien, de mégis mindannyian emberek vagyunk. Az ember egy rendkívül érdekes állatfajta ezen a bolygón. Elkezdtünk tudatosan gondolkodni, és ez nem biztos, hogy kellett ennünk bármilyen fáról. Nem biztos, hogy bármiféle külső segítségre szükségünk volt. Egyszerűen így születtünk. Tehát a testbe való leszületésünk következménye, hogy előbb-utóbb tudatosan gondolkodunk, rálátunk az érzéseinkre, rálátunk azokra a hatásokra, amelyek a környezetből érnek minket, és elkezdünk kérdezni. Milyen mértékben, milyen mélységben kérdezünk? Bizony tudatosságunk és rálátásunk mértékében kérdezünk, csak úgy, ahogy a kérdések segítenek elmélyíteni látásunkat és tudatosságunkat. Akármilyen történelmi időszakra nézünk, az emberi társadalom, a család és az emberi egyén életminősége mindig ennek a látásnak a minőségén múlt. Legyen az kisország, nagyország, birodalom, kicsi kultúra, teljesen mindegy, hogy milyen mértékben, méretben, nyelvben, gondolkodásmódban, egyéb kulturális tulajdonságban gondolkodunk. Igazából tudatunk minősége határozza meg életünket, társulásunkat, és ennek az életnek a minőségét ezen a Földön. Ez a tudatminőség mindig hagy kívánni valót maga után. Tehát nem lehet azt mondani, hogy köszönöm szépen, én már befejeztem, én már végigmentem a nagy úton, megoldottam az összes koant, és én ben vagyunk a tutiban. Miért nem? Mert a barátom még nincs, a szüleim még nincsenek, az összes többi érzékszerfeszkötött kötött lény még szenvedésben él. A mahajána, illetve a zen nagyon fontos tanítást ad az ügyben, hogy a gyakorlatunk iránya micsoda. Az első, hogy érdjük el a felébredést, tehát üveghangra húzassuk ki ezen buddha természet művelését, a látás kitisztítását, és világosodjunk meg annyira, olyan mélységben, olyan tisztaságban, amennyire csak lehet. Mert hát mindig, minden pillanatban lássunk tisztán, halljunk tisztán, érezzünk, gondolkodjunk, cselekedjünk tisztán. Ehhez az kell, hogy térjünk vissza a dualisztikus gondolkodás elé. És minél jobban törlöd az önképedet, annál jobban egyéb válsz azzal az önvalóval, amely külön műveltséget amely külön műveltséget, külön kulturális beágyazottságot nem igényel, amely csak gyakorlatot és tapasztalatot igényel. Ezt később a kultúra segítségével kommunikálhatod. A tapasztalat segítségével átadhatod. Tehát a felébredés az a tudattól tudatig való közvetlen átadás módszere. És ezzel segítünk, azok, ezzel segítünk azon embercsoportnak, akik tényleg a saját szenvedésükből nem látnak ki. A buddha a legelején a négy nemes igazsággal kezdte. Rálátunk a szenvedés tényére, okára, a megszüntetésére és a megszüntetés útjára. Ez a négy nemes igazság nagyjából ezer évig Teljesen hibátlanul és jól működött. És amikor eltelt egy kis idő, és Krisztus után a 6. században Bóthidarma Kínába vitte a zent, a Zen négy alapelve gyönyörűen segítette a négy nemes igazság működését, a Zen négy alapelve pedig úgy szól, hogy ne támaszkodj az írásokra, közvetlenül a tudatra való irányulás, a megvilágosodás egyenlő igazi önvaló tapasztalatával, és hogy ezt az előbb említettem, tudattól tudatig való közvetlen átadás. Ha megnézed, akkor az alapfok, amit a buddha tanított azért, hogy mindenki megértse, és a középfok, amit Bodhidharma tanított a zen négy alapelvével, ha tovább viszed, akkor az a szútra egymondatos tanításában nyeri el a felső fokot. Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor tekintsd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez az a bizonyos tudat, amely, ha tiszta, akkor tisztán lát, tisztán hall, tisztán érez, tisztán gondolkodik, tisztán beszél, tisztán cselekszik. És akkor a jelenléted és a pillanat is tiszta. Ha pedig nem, akkor hibázunk, akkor belesünk illúziókba, előfizetünk hamis azonosulásokra, akkor szenvedést hozunk létre, miután meg kell keresnünk az okát, a megszüntetését és a megszüntetés útját. Tehát nagyon jól lehet látni, hogy az életünkben ezek az alapelvek hol vannak meg, hol sérülnek, és mikor támaszkodunk az írásokra azért, hogy valami támpontot kapjunk, mikor építünk be valamilyen rendszert, valamilyen köztes rendszert, réteget azért, hogy a tudatot ne tapasztaljuk, hanem valami legyengített, interpretált formát kapjunk. És hogy mikor gondoljuk azt, hogy a külsőségek, ceremóniák önmagukban a tanátadását jelentik. Minden egyes mondat mögött akár a négy nemes igazságról legyen szó, akár a zen négy alapelvéről legyen szó, több évszázados hagyományon alapulnak. Az a sutra amelyet felsőfoknak mondok, valójában egy olyan tanítás, amelyel a buddha kezdte a tanítói minőségét. És ez egy olyan akadálynak bizonyult a korai tanítványok szemében, hogy kicsikét szét kellett osztani, érthetőbbé kellett tenni. És ahogy a korabeli források mondták, az első 10-15 évben a buddha nem tanította már az avatam hanem szépen a négy nemes igazság lépésről lépésre való kifejtését látod a korai szútrákban, például a Lótusz szútra, vagy később, amikor már eltelt 10-15 év, a Szív szutra, és csak utána jött az Avatam Egy lépésben nulláról 100%-ig fölmenni senki sem tud. Több lépésben kell. És ahhoz, hogy erre mindenki ráláthasson, ott kell kezdeni, ahol vagyunk. Ebben a helyzetben, ebben a kapcsolatban és ebben a tevékenységben, amiben éppen vagyunk. Felolvasok most egy koant. Ezt nem szoktam, de most felolvasok egyet. Suncsenz Mester nagyon sok tanítást adott. És beszélt a sok sok jelenségről. A sok sok jelenség, amely valahol az út, az igazság és az élet vonalán szemlélhető. Egy darma beszéd során zenmester így szólt a hallgatósághoz. A Bibliában Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. A zen hasonló tanítással él. Ha megtapasztalod igazi önvalód, akkor rálépsz a helyes útra, meglátod az igazságot és helyes életet élsz. Mi a helyes út? kérdezte egy tanítvány az zenmestert. Miért teszel minden nap? kérdezett vissza Szunkszán zenmester. Csak vágyból? Mert a tested akarja? Csak magadért? Ez nem különbözik az állattól. Ha viszont minden lényt önzetlenül segítesz, akkor ez határozza meg nem csak az evés, hanem az egész életet célját, ezt hívjuk helyes útnak. Mi az igazság? kérdezett tovább a tanítvány. Ha rálépsz a helyes útra, akkor a tudatod tiszta, mint a tér. Így tisztán látsz, tisztán hallasz, és mindent helyesen érzékelsz. Ez az igazság. Mi a helyes élet? kérdezte meg végül a tanítvány. Ha megtapasztalod az igazságot, akkor azzal összhangban kell cselekedned pillanatról pillanatra. Ezt nagy szeretetnek, nagy együttérzésnek, nagy bóthiszatva útnak hívjuk. Ez a helyes élet, felelte Szumszánzen mester. Köszönöm a tanítást, mondta a tanítvány, és meghajolt. Kérdések. Nincsen kohán kérdés nélkül. Miért eszel minden nap? Kettes. Mitől kék az ég? Hármas. Mitől édes a cukor? Négyes. Az út, az igazság és az élet azonosak vagy különböznek? Kommentár. A tanuló iskolába jár, a hadsereg az országot védi, a tanító minden tanítványt tanít. A kutya ugat, a kakas kukorékol, mindegyik érti a dolgát. Neked mi a dolgod? Ne feledkezz meg soha a szüleid és a hazád felé fennálló kötelezettségeidről. Amikor éhes vagy, egyél amikor más éhes, adj neki enni. Így lépsz rá a helyes útra, maradsz meg az igazságban, és élsz helyes életet. Szóval mi a dolgunk? Mindenkinek van szakmája, vannak tanulmányai, van családja, van élethelyzete, és vannak céljai. Meddig viszed el ezeket a célokat? De hát miért élsz? És amikor nagy tanítók próbálnak nekünk útmutatást adni, akkor nem kész válaszokat adnak, nem mondják meg, hogy neked az a dolgot hogy, neked pedig az a dolgot hogy. Hanem ha megfelelő kérdést teszünk föl, akkor megfelelő válaszokat fogunk kapni. Ha a kérdések minősége alacsony, és nem mennek elég mélyre, akkor nem kapunk megfelelő válaszokat. Tehát az ennyi gyakorlat során megtanulunk kérdezni. A helyes kérdéshez az kell, hogy felejtsd el azokat a szokásokat, szűrőket, dogmákat, fixa ideákat, amelyek eddig meggátoltak abban, hogy helyesen kérdezz. És hogyha helyesen tudsz kérdezni, akkor előbb-utóbb helyes választ is kapsz. Most megint nem a hallgatóság előtt a kérdezés lehetőségét, hogy gyakoroljuk a helyes kérdést, mikrofonokkal fogunk körbejárni, és megörökítjük a kérdés hangját. Az arcát nem, de a hangját igen. Kinek van tehát kérdése? Bármilyen. Zenről, útról, igazságról, életről, bármiről. Szeretném megkérdezni, hogy mitől kék az ég? Azért nem mondom meg a választ, mert elvenném a házi feladatodat. És a jó tanító nem veszi el a tanítvány házi feladatát, inkább rá segít. Kérdezd meg az égtől. És kérdezd meg az égtől egész addig, amíg a tudatodban meg nem jelenik a válasz. Igen? Igazából euh, tanítani lehet, vagy tanulni? Igazából egyiket sem. Eredetileg nincs gazda, nincs vendég, nincs tanító, nincs tanítvány. Eredetileg mindenki teljes. De mivel van karmánk és vannak problémáink, ezért segítséget kérünk. És a segítségkérésben nem ugyanott tartunk. Tehát van, aki 20-30 éve, 40 éve, 50 éve teszi a dolgát egy adott hagyományvonalban, és így tud segíteni annak, aki csak 3-4 órája ismerkedik vele. Eredetileg nincs tanító és nincs tanítvány. De ezzel a karmikus különbséggel a rálátás, ugye minőségével tudjuk egymást segíteni, és erre szükség van. És van szabad akarat? Szabad akaratodból jöttél ma ide, vagy valaki elhurcolt ide? megtehetem -e azt, hogy nem cselekszem? Megteheted azt is, hogy nem válaszolsz a kérdésre? Még egyszer, fussunk neki. Saját döntésedből jöttél ide, mert akartál, vagy pedig valaki úgy alávetett téged a más ugye? Ezt még nem tudom. Hú, de diplomatikus vagy te. Így tényleg nincs szabad akarat. Mi a szabadság? Az akaratot azt tudjuk, ez nagyon egyértelműnek tűnik. Mi a szabadság? Úgy tudom, hogy ha már nem félsz semmitől, akkor vagy szabad. Ez jó, ez nem rossz. Most vizsgáld meg magad, félelemben ülsz itt, vagy sem? Igen, lámpalázam van. Más. Egyként lámpalázom nekem, lehetne, de a neonok azok úgy megnyugtatnak te. Tehát a szabad akarat az egy olyasféle elhatározás, amikor úgy érzed, hogy a külső körülmények és a belső adottságok segítenek ahhoz, hogy elérd a célodat. Az a fajta szabadság, amely a teljes függetlenség, a mindentől való mentesség. Tehát ez egy idea, ez egy elképzelés, és hogyha a nyugati szabadság fogalmakat nézzük, csak az elmúlt 150 év nagy európai történéseit, tragikus az eredmény. Hányszor ígértek nagy és kis országok szabadságot a saját polgárainak az elmúlt 150 évben, és ebből legalább kettő világháború lett úgy alsó hangon és mindegyikben ott volt, hogy majd mi megszabadulunk ettől, meg attól, meg amattól, és nekünk ilyen jó lesz, és egyebek. Egyéb rendszerváltásokra nem is térek ki. Tehát először nézzük meg tényleg, hogy mi a, a szabadság. És hogyha meglátod, akkor elejétől végéig születés, halálig, sőt, talán előtt és utána is feltételhez kötött életmódot élünk. S, mindenki oxigénfüggő ebben a teremben. 5 percre lezárnánk az oxigéncsapokat, vége. És étel, ital, alvás, szeretet és egyéb függőek vagyunk. Hol lehet itt szabadságról beszélni úgy az idealista értelemben? Az, hogy te saját döntést hozol a saját belátásod alapján, a saját céljaidnak megfelelően, olyan van. De a szabadsággal nagyon vigyázzunk. hogy egy idealista az okozatiságot mellőző, a felelősséget nélkülöző szabadságfogalmat szeretnénk tételezni, és behajtani magunkon és másokon, akkor ebből vérontás munkatáborok és börtönállam. börtönállam lesz. Úgyhogy ezért kell nagyon esznél lenni, hogy a szabadságot hogyan határozzuk meg. Akarni mindenki tud. De mi az, ami vezérli? Tehát ha nem csak magadért, hanem másokért is cselekszel, hogyha a mások szenvedési egyenértékű a sajátoddal, akkor képtelen vagy együttérzés és bölcsesség nélkül élni. Ez alap. Tehát nem tudunk olyat akarni, ami másnak ártana, mert úgy érzed, hogy az magadnak is ugyanúgy árt. És ezek az alapok. Erre lehetne egy helyes társadalmat, helyes családéletet életet felépíteni. És ehhez viszont belül gyakorolni kell, hogy a fixa ideáink, ragaszkodásaink, hamis azonosulásaink, azok valahogy távozzanak, szűnjenek meg. Ekkor a szabadság és felelősség közös nevezőre hozható. Ekkor a más iránt és a magam iránt való elkötelezettség az ugyanaz. Ekkor az a javító szándék, amivel jobb életet szeretnénk élni, nem csak egy szűk csoportra terjed ki, hanem mindenkire. És ez lehetséges. De ezt nem lehet kívülről ráerőszakolni az emberekre, mert ezeket hívják ideológiáknak, meg izmusoknak. És ezek csúfosan csődött, mondtak a közelmúltban, a még távolabbi múltban és a régmúltban is. Tehát erre csak a saját realizációs praxisunk által tudunk rájönni. Belülről. A saját erőfeszítésünkből. És akkor nagyon át tud alakulni, hogy mi az, hogy szabad akarat, hogy mit gondoltál magad és a világról 20 éve, 10 éve, 5 éve, 1 éve és most. Hát ehhez képest a szabad akarat is ugyanígy tud változni. Jó? Tehát akkor mi a különbség az igazi szándék és a vágyak által kreált ilyen, ilyen illúziók között? Nagyon jó kérdés. A vágyak által kreált illúziók azok nem stabilak, olyan, mint a déli báb. Tehát, hogyha megérkezel mondjuk a sivatagban egy déli báb által kijelölt helyre, és kiderül, hogy a déli báb az teljesen hamis képet közöl. Tehát úgy tűnt, mintha ilyen oázisok, madárkák, pálmafák és egyebek lennének ott. Megérkezel, és semmi nincs, csak egy ilyen kiszáradt szikes savastó. Kész. Ezek az illúziók. Mihelyt az illúziók cserben hagynak, és a vágyak gőzei elpárolognak, azon nyomban elveszíted a motivációdat. És ez a mostani világra nagyon jellemző. Tehát folyamatosan sorsjegyet kaparunk, várjuk a szerencsénket, hogy végre mi legyünk azok, akik valami módon kiválasztatnak és felemeltetnek. Ez mind benne van a társadalom mélyszerkezetében. Az igazi szándék pedig az, hogy ha esik, ha fúj, ha szeretem, ha nem szeretem, végig csinálom. Miért? Mert hiszek az eredményben. Az eredmény az, amit szeretnék magamnak és másoknak egyaránt. És az igazi szándék az nem függ ezektől a déli báboktól és illúzióktól, és végigmegy az úton. Nem illúzió függő. Sőt, illúzió romboló. És ez lett volna a kérdés, hogy, hogy, hogy tudom így ebbe az állapotban megkülönböztetni, hogy szándékot deklarálok, vagy csak egy déli bábot kergetek? Mennyire hiszel benne? Ha nagyon hiszel benne, folyamatosan belül, gottan, napról napra, és a tapasztal visszaigazolja, ez fontos, akkor ez egy nagyon korrekt és igazi szándék lehet, hogyha pedig nap mint nap ingadozik, külső motiváció kell, állandóan bizonytalan vagy, és ezt megint meg kell szilárdítani, és megint meg kell szilárdítani, akit valami szennyeződés van. És a tapasztalat az, ami igazából ezt számodra vissza tudja igazolni. Tehát olyat tégy, amiben okod van hinni. Emberi oldal azokkal társulj, akikben bízol. Harmadik, legyen bátorságod ezt a kettőt végigvinni, és ekkor van igazi szándék és helyes motiváció. Nem von szólt ide téged senki. Te jöttél ide. És mivel úgy döntöttél, hogy itt vagy, ezért kell itt lenned, mert kötelezted magad, nem másért. Ez az egész életre igaz. Születések sorozatára igaz, a karma teljességére igaz. Tehát, hogyha megkérdezed, hogy miért ilyen arccal, miért ilyen társadalomban, miért ilyen élethelyzetbe, és a többi, mind a saját korábbi tetteid, szavaid, érzelmeid, gondolataid, azonosulásaid, ennek az eredménye, ez a summázat az egyén karmája. És amíg azonosulsz ezzel, amíg ezt viszed, addig ez szépen tol beletéged újabb és újabb helyzetekbe. Ezért vagy itt. Ezért vagyunk itt. Megkérdeznek, hogy jaj, hát mi lehettem én előző életemben, Szunyim, te ezt látod, mondom, ha látnám, sem mondanám meg, mert lelőném a poént. És az igazi realizáció az, hogy az összes korábbi életed summázata, mindaz, amit eddig te csináltál inkarnációk sokasságán keresztül, az most ebben a pillanatban kulminálódik. Hát azért nézzünk körül. Amit pedig most csinálsz, az pedig életek tucatjait, százait határozhatja meg a jövőben látszólagos jövőben. Segíteni szeretnék magamon, és most már az útra szeretnék lépni, hogy, hogy, hogy ne szenvedjek. Akkor gyakorolj akkor zent. Mit csináljak. Gyakoroljunk együtt zent, és akkor nem szenvedünk, és nem szenvedhetünk. Az, hogy mi szenvedünk, az egy dolog. El, Előbb-utóbb megszokod. De a másik probléma... Ez újdonság te. Na, de a másik probléma az az, hogy ezzel szenved másokat, mert minél jobban szenvedsz, annál jobban kivetíted a másik, és annál jobban azt hiszed, hogy a másik miatt szenvedsz te. Tehát minél nagyobb a vakság, annál inkább a világ a hibás, a másik a hibás, és ez orosz, ez orosz. Mindenki rossz, csak én vagyok a jó, és ezt nem érti senki. Tehát ez tragédia. Tragédia, ami egyébként a görög tragédiáknak is az eredete, hogy ott, ott mindenkinek igaza volt, és rengeteg ember meghalt. Hogyha megfigyeled. És éppen ezért érdemes egy picit lejjebb adni ezekből a nagyon komoly énteremtő egoépítő mechanizmusokból, magyarul a világnak a dualisztikus élményéből, az énségnek az elképesztő tételezéséből, objektíválásából, abszolútnak tekintettségéből, és szépen megnézzük, hogy valójában hogy működünk. Hogy ne szenvedtessünk másokat, mert szenvedés ez nem marad meg a saját melkasadon belül kirobban onnan, és rávetítjük a világra, és különböző formákat ölt, és rátestáljuk az utódainkra hetedíziglen. Ez kell? Úgyhogy ha nem, akkor valamiféle ösvényen érdemes elindulni, ahol a tiszta tudatot gyakorolván illúzióinktól, hamis azonosulásainktól, egyéb terheinktől megszabadulhatunk, amelyek a szenvedés generátorai. Csak hogy eddig nem, nem ezt tanultuk, hanem a vallásosságba nevekedett az ember is, nagyon nehezen ébredezünk. Bizony nehéz És szenved, szenved az ember, amikor látja. Nem amikor... kell a vallásosságot hátra hogy el kell jutni a lényegéig. Tehát aki vallásos nevelést kapott, és évtizedekig járt templomba, és ilyen vagy olyan monoteista denominációban szépen ott teszi a dolgát, semmi baj, csak tisztázzuk le azt az Isten fogalmat az utolsó darabig, az utolsó csavarig, az utolsó szögig, hogy valójában miről van ott szó. Úgyhogy úgy, óvatosan ezzel, de egy vallásos környezetben a szellemi önállóságot például az, hogy rákérdezel arra, hogy mi az, pont-pont-pont, azt teszel mögé, amit akarsz, és belül ezt elintézed. Tehát ha megnézed, van egy rakás olyan remete, szent, a külvilág által kicsikét őrültnek nézett alak, akik különböző barlangokba, tornyokba, remetességekből, hogy fölmentek, és addig nem jöttek le, amíg valami lényegi tapasztalás nem volt az övék. Ezekből később szentek, misztikusok és egyebek lettek. Most ezt nem mondom, nagy hiányolja mindenki, hova lett, elment ugye a puszta közepére egy kunyhóba. Tehát ezt ne csináljuk, hanem egy komoly belső gyakorlattal az élethelyzet külső megváltoztatása nélkül, de egy benső autonómiával járjunk a központi fogalom vagy fogalmak végére. Hogy az micsoda? hogy az honnan jön, hogy azt hogyan tapasztalhatjuk, és hogyha tapasztalati alapon megyünk, akkor a tudás előbb-utóbb értelmet nyer. Nem pedig fordít, vagy addig olvasom a könyveket a valóságról, ugye, hogy a valóságot beszaptam a fogalmak közé, mint hamupipők a lábát a kis cipőbe. Akkor vérzünk, és ez a szenvedés egyik forrása. Tehát a legnehezebb dolog a tudást relatívként kezelni. Hogy nem abszolút a szó. Hogy az az emberből jön. Tehát az szavakat, gondolatokat kezeljük úgy, ahogy azok tényleg vannak. És akkor úgy látjuk a világot, ahogy van, beleértve magunkat is, az eget és a földet is. Úgyhogy nyugodtan tessék a vallásos karrier tovább folytatni, és végigjárni az egészet, és nem nagyon beszélni róla, mert akkor tudod, akkor elindul a vita. Eredetileg nincs mi vitatkozni. Ég kék, fűzöl, tavasz van, nő a fűkész. Nincs mi vitatkozni. A tau azt mondja, hogy az út létezik, de senki nem jár rajta. Ki ez a senki? Ki kérdez? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy ahogy az ember halad előre az élet útján, és ugye a puding próbálja az evés, egy csomó mindent kipróbál. Mi az, vagy, vagy ki az, aki azt mondja, hogy ez sem, ez sem, Ki az, aki jár az úton és próbálja a pudingot a szájába öszölni? Ugyanaz. Nézzük, hogy ez sem, az sem, ama sem. Ez egy természetes folyamat, ahogy ébredsz föl az álmokból. Ahogy hántod le magadról az illúziók tömegeit, az azonosulások rétegeit. És ö, aki mellettem van, és ő megáll, és azt mondja, hogy ez az. És én nézem, és azt mondom, hogy de nem. De te nem mondod azt. Te megállsz, és nem szólsz semmit. Ha tényleg az úton jársz, akkor tudod, hogy eredetileg nem név, nem forma, nem fogható szóba, nem önthető formába. Ha ő azt mondja, hogy ez az, akkor addig figyeled, amíg az együttérzésed fénye beragyogja a tudatát és akkor vagy veled indul tovább, mert rájön, hogy ez nem az, vagy pedig ott marad, és majd vissza érte, hogyha ordítozik, ha kér, ha szól. De az út olyan, hogy bármikor megállhatsz rajta, bármikor letérhetsz róla, és bármikor visszatérhetsz, és újra elindulhatsz. Ilyen az út. Mehetsz együtt, mehetsz másokkal, de a saját autonómiádat soha ne ad föl. Másokért tettük ezt, ez így. De mások karmája nem lehet akadály előtted. És mi mondja azt, hogy ez helyes? Mi mondja azt, hogy helytelen? Ha megmondod, mi mondja azt, hogy helytelen, én megmondom, mi mondja azt, hogy helyes. Egyszer meséltél egy történetet egy szútra mesterről, aki nagyon gyönyörűen tudta ezeket a szútrákat előadni, de hogy egyszer meghívták egy ilyen beszédre, és aztán, mikor elfáradt, leült egy templom kertbe talán, és egyszer csak egy szerzetes nő oda ment hozzá, és a botjával elkezdett körülötte járni, és azt mondta, hogy hogy ez nagyon gyönyörű, amiket mondasz, de mi a te saját hangod. És akkor ő felébredt rá hogy nem tudja, mi a saját hangja, és akkor elment, és ott hagyta a tanítványait, és csak ült és ült és ült. Ebben én is arra ébredtem rá, hogy de mi az én saját hangom és azóta borzasztó nehéz élni az életet, mert az, ami most a hangom, az tudom, hogy ez nem az. Hogyan tudok ebben a szakadékban lenni, hogy még nem tudom, mi a saját hangom, de azzal kell élnem, amivel tudom, hogy ez nem az. Saját szavainkról van szó. A saját gondolataink, saját megnyilatkozásunk, amelyek az eredeti forrásból kell, hogy éljenek. Tehát nem azzal a hangképpel és frekvenciatartományjal van gond, amely a hangszalagjaid és egyéb üreges testek által keletkezik. Hanem azzal a gondolattal, szóval, megnyilatkozással, amely mindig valami másnak volt a függvénye. Egyébként Gucci zenmesterről van szó, és ebben a könyvben benne van a történet. És azért fontos ez, mert ha nem találunk rá, saját buddha természetünkre, és nem tapasztaljuk meg, akkor mindig valaki másnak a gondolatát ismételjük. Tehát az eredeti természet eredeti módon nyilatkozik meg. Ha nem, akkor csak kópiák vagyunk és klónok. Úgyhogy a hangod az teljesen jó. Kicsit halk, de azért rá tudsz erősíteni. Honnan jönnek a szavaid és a gondolataid? Ha megnézed, szükségszerűen más forrásokból rakjuk össze a saját gondolati építményeinket egy jó darabig. De ha helyesen járunk el és megfelelő gondolatokkal élünk, előbb-utóbb eljutunk a sajátunkig. Tehát meg tudjuk haladni azt az építményt, amit addig azért hortunk össze, hogy többet tudjunk, jobban lássunk magunkra, értsük az élet és halál törvényszerűségeit, stb. stb. Ezekkel a gondolatokkal nincs semmi baj, de ezek nem a tieid. De hogyha kellő mértékben meghaladod ezt a gondolkodást, ha eljutsz az útnak arra a fázisára, amely már nem név és forma függő, akkor eljutsz a saját eredeti gondolataid, szavaid, érzelmeid és tetteid forrásához. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Ha ezt a pillanatot tisztán, gondolkodásmentesen, dualitásmentesen megtapasztalod, és ez a tapasztalat kitartható, sajátoddá válik, akkor ez a forrás is megnyilatkozik. És a kapu nyitva marad, nem záródik be. Ha megint elkezdünk másodlagos gondolatokkal, szavakkal és egyebekkel foglalkozni, el lehet falazni. Simán. Megint vissza kell térni ide és megint kinyitni a kaput. A zen tanítás azt mondja, ha át akarsz jutni ezen a kapun, ne engedj a gondolatnak. Ha jutottál, újabb gondolatok várnak, de az már a sajátod. van egy csoport karma? Van. Mekkora csoportot szeretnél? Pont a karma, mint amekkora a csoport. Kis csoport, kis karma, nagy csoport, nagy karma. Tehát nézd meg, hogy egy címkével ellátható csoport tagjai, azok hogyan gondolkodnak, hogyan éreznek, hogyan beszélnek, hogyan cselekszenek, és az itt lévő közösség vagy hasonlóság tartja egyben ezt a csoportot. Nagy hasonlóságok és kicsi ellentétek. Ezek tartják egyben. Segítséget magamtól kérhetek csak? Kitől kér? A kék számtól lehet segítséget kérni, ugye? Tehát mikor, hogy? Van, amikor a közönség segítségét kérjük, van, amikor telefonálunk, van, amikor a tanítóét, a doktorét, a, az egyéb ilyen közbeléptethető emberekét meg kell nézni, hogy valójában mire van szükséged. Ugyanígy, valaki segítséget kér tőled, a te dolgod. Meg tudod adni azt a segítséget, vagy azt kell mondanod, hogy fáradjon a kettes ablakhoz, legyen szíves. Meg kell látni, mert nem vagyunk az összkarmájáért felelős az összemberiségnek, hanem a magunk részéről azért, hogy segítsünk abban, amiben tudunk. És a saját gondolataink, saját érzelmeink, saját szavaink, saját tetteink hatásáért. Ez bőven elég. Még sok is néha. Mert annyira nem vesszük észre. Úgyhogy segítség, nagyon jó, kérjük, adjuk, csak megfelelő csatornában. És én, én kitől kérjek segítséget? Hát mire van szükséged? Hát Vagy például friss é, é, pékárút én, nem, nem tőlem fogsz kapni, itt a pékségtől. De, úgy értem, de a pék hogy... nem fog neked zen tanítani, mert elszomorodik, és azt mondja, hogy inkább vegyen legváros, tese. Köszönöm. Igen, köszönöm, akkor tőled fogok segítséget kérni. Megtisztelsz, a miben segíthetek? Hát tanulást. Úgyhogy... Mit szeretnél tanulni? Hogy kell elcsöndesedni, és magamba mélyülni és magamba látni. Psst. Így. Még egy lépés azért kell, tehát azért a technikát megtanítjuk, de az elcsöndesedés rendkívül egyszerű. Ezt megtanítom szívesen másnak is ma este, csak kérdezzél rá, mert csak úgy hivatlanul nem fogom. A belátás pedig, nehogy csak a csendet kapjad meg, a belátás pedig tényleg azon múlik, hogy felteszed-e azt a kérdést, hogy mi vagyok mert ez itt kezd nagyon mélyre menni. És hetekig, hónapokig, minden nap, reggel és este szállj rá fél-fél órát, mi vagyok. És viseld el a választ. És engedd el a válaszokat, mert ami tegnap még nem volt ott, az holnap se lesz ott. Addig tett fel a kérdést, amíg az összes ilyen jövés, menés, verbalitás, érzelmek, gondolatok, aggodalmak, félelmek, akarat, egyebek, vágyak, dühök, Mind kipucolódnak. Azt mondod, hogy ez időt vesz igénybe? Na és, idő, mint a tenger. Hány életen keresztül akarunk körbe-körbe menni a saját hülyeségeink körül? Ez a kérdés. Ahhoz képest egy pár évtizednyi gyakorlat azzal a kérdéssel, hogy mi vagyok, az nem sok. Ráadásul rendkívül jó minőséget eredményez. De tényleg rálátsz magadra, úgy, hogy ezt nem kívülről kapta, tehát nem írták le, hogy te ki vagy. Elmész egy másik orvoshoz, rögtön mást mond. Ugye? Tehát ilyenkor az, hogy tényleg elcsendesíted a tudatot, megállítod a tudatmozgását, nem viszed tovább tudatosan egyik fáról a másikra a majmocskádat, az azt jelenti, hogy belül el tudsz mélyülni. És ha el tudsz mélyülni, akkor ezzel a kérdéssel el tudsz jutni igazi önvaló tapasztalatáig. Egy idő után a kérdés szavai is eltűnnek, ez egy, egy másfél év. Addig minden belégzéskor szépen mi vagyok. És ami megjelenik, azt enged el tűnni. Mert amit mi keresünk, az nem jelenik meg és nem tűnik el. Ennyi elég. Ezzel lehet dolgozni, és szívesen látunk gyakorlatainkon azért, hogy egyenesbe tartsuk a, a járművet. Szeretném azt kérdezni, hogy a, a megvilágosodás az úgy gondolom, hogy az alapállásnak a megvalósítása, tehát visszatérni oda, ahol a teremtés kezdődött, amikor a tudat megteremtette a. Akár ez is lehet. És hogy például ennek az eléréséhez az őselemek közül például a tűz, hogyha itt jelen lenne, hogy nem hozna-e segítséget. Tehát, ha, hogy akkor hozzuk a tűzoltót hogyha itt lény az őse elemek közül a tűz, kéne a tűzoltó, és ez eszembe jutott egy nagyon komoly történetet, szintén ebben a gyönyörűséges, friss kiadványban található meg, amelyik azt mondja, hogy fénybuthák nem jutnak át az olvasztó kemencén, fabuthák nem jutnak át a tűzön, agyagbuthák nem jutnak át a vízen. Ezért kell vigyázni az elemekkel. És ö, érdeklődéssel hallgatom a megvilágosodás további definícióit, mert nagyon, nagyon jó, amit mondasz. Ö, csak egy kérdés volt, hogy ha mondjuk ö, a tűz szolgáltatná a fényt ebbe a terembe, tehát gyertya például, ami az őselem, a más rezgés lenne itt. Hogy ö, lehet, hogy ezek a neo, neonok nagyon jól világítanak, de teljesen más. A tudatod fény az neon, vagy gyertya? A... A... a tudatban nem létezik fény. Nem-e? Akkor mi az, ami hallja a saját kérdésedet? A kérdés csak a test hallja. Igen, hát akkor a tapasztal. halottak nagyon jól tudnának, <laughs> azt hiszem, együttműködni az élőkkel. Kézzel hát még egyszer, hogy mi az, ami hal benned? Ez a fény, amiről a... Tudat tudatfényeként beszélünk, ez nem fotonfüggő. Nem fénycsőfüggő, nem viasz és kanóc függő. Adok neked még egy kohant, egy picit megtámogassuk ezt a választ. Mangong Sunim gyertyát gyújtott az ablak előtt. Mangong Sunim, Kobong sunim, sunim, és utána a nyugatiak. Ez a vonal. Megkérdezte a szolgálóját, melyik az igazi fény? a gyertyafénye, vagy az ablakból visszaverődő fény. A szolgáló erre elfújta a gyertyát, és megkérdezte. Mester, most mit tesz? Mágong újra meggyújtotta a gyertyát. Kérdések. Melyik az igazi fény? Az ablakból visszaverődő fény, vagy a gyertyafénye? Második kérdés. Ha te lettél volna a szolgáló helyében, hogyan válaszoltál volna? Harmadik kérdés. Mangong Sunyim újra meggyújtotta a gyertyát. Ez mit jelent? Az eredeti fény nagyon-nagyon fontos, ami nem függő. Szerintem a fény belülről jön. Hát akkor ö, szeretnék egy ilyen konnektorral odafáradni a melkasodhoz, és az álló lámpámat üzemeltetni erről a kimeríthetetlen szerves atomerőművel, ugye? De hát szerencsére ez nem így van. Viszont nagyon jókat kérdezzek, kérdezzél tovább. <laughs> Miért ilyen kevés a megvilágosodott ember a Há, Honnan tudod, hát hogy kevés? Lehet, hogy mindenki, azt csak gondosan titkolják. <laughs> Árthat-e egyik ember a másiknak? Persze, hogy árthat. Árthat. Elve, tulajdont, életet, célt. Árthat szóban, tedben, gondolatban, érzelemben. Árthat, persze. De van egy olyan vélemény, hogy amit elvehetnek tőled, az nem is volt soha a tiéd. Akkor megint oda szeretnék fáradni a lakásodhoz, és az összes olyan tulaj, ami ott van, ajánlt részemre, mivel az úgyse volt a tiéd, és akkor azt hiszem, hogy meghaladtuk a polgári világnak így a tulajdonhoz fűződő összes problémáját, mivel az sose volt a tiéd, ezért nyugodtan elvesztheted. Az autót is kérem, mert szükségem van rá. A legtöbb ember, szerintem majdnem mindenki, Tehát... Nézni egy tábor, tüzet vonzódik hozzá, és egy pici baba, aki még beszélni sem tud, oda teszem az üveglaposkája elé, és lángol a tűz, nézi, figyeli, és van neki vele egy bekapcsolata. Úgy Mindenkinek én. volt ilyen tűznézés tapasztalata, és remélem nem kell olyan világot élni, ahol a nyílt lángot majd jobb betiltják, mert az nem lesz konform valamilyen jogszabálya. Tegyük fel, hogy akkor korábbi életeink. Gondolod azt, hogy a legtöbbször nem ilyen tűz, kandalló és család, meg tábor, meg egyebek körül forgott az egész. Tehát hozta az ember magával. Elkért. Tehát szerintem ami a, 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 a múltunkban az egyik legközösebb és legmélyebb dolog, ami a túlélésünket, élelmezésünket, közösségünket fenntartotta, az a, az a közös tűz. Az, hogy körülültük, hogy ott sütöttük a húst, és attól melegettünk és az űztél a vadakat, stb., az inkarnációk ezrei, és így beleívódott a tudatba. Tehát elképesztő asszociációs udvara van, és elmélyülsz, és, és nem gondolsz semmire, de abban a, abban a semmire gondolásban, és így a tűzben minden benne van. Persze, ez a tapasztalat mindegyikünké. De a víz, ahogy föloldódsz benne, ahogy megfürdesz, és úgy érzed, hogy megtisztít, azért azt se hagyjuk el. Tehát amikor van egy, van egy gyönyörű folyómenti, vagy tavi élményed, a vízzel is lehet ezt az válást átélni. mikor repülsz, akkor pedig a levegővel. A földet se adjuk ki, mert vannak, akik például szeretnek a szántásba belefeküdni, és a friss földnek az illatát beszívni. És az is egy olyan dolog, hogy még kiterjesztett karral, teljes testen ráfekszel a földre, és érzed a napfénynek a melegét, érzed a földnek az illatát. Hát azért az is valami. Tehát az elemek azok olyanok, amilyenek. Az ember csak azt mondjuk, hogy ilyenség nem mondjuk azt, hogy él vagy nem él, az a te élményed, tapasztalatod függvénye, hogy élőnek látod-e vagy sem. De az, hogy egyé tudsz -e vele válni, hogy a tapasztalat közben megszűnik-e a gondolkodásod, ellobban-e az énséged, az dönti el, hogy milyennek éled át. Érezzük meg ezt a tapasztalatot. És akkor, akkor tényleg itt vagyunk a Földön. Nem tudsz a földi kötöttségektől megszabadulni addig, ezeket az egy év váló földi tapasztalatokat be nem gyűjtöd. Ez is egy gyönyörűséges paradoxon. Nem menekülni kell ettől a világtól, hanem egy év válni vele, és ebben az egy év lefosztani magunkról mindazt a hamis azonosulást, hamis egoitást, terméketlen illúzió réteget, amiket visszünk-visszünk magunkkal. Tehát van, aki azt mondja, hogy ez a földi születés egy elképesztő teher. Lehet. Ha azzá teszed. Elképesztő tisztulási tapasztalat is lehet, ha megfelelően közelítesz hozzá, és akkor azzá teszed. Tehát a földi létnek és az ide való születésnek eredetileg oka, értelme, tartalma, elrendeltetettsége nincs. Amennyiben nem látod át, annyiban van sorsod, elrendeltetettséged, stb. És amennyiben átlátod a működését, annyiban van utad, Tudatos döntésed, és így a földi élettapasztalatát a megtisztulásra és a felébredésre is felhasználhatod. Rajtunk múlik. A föld a teljes lehetőség tárháza elképesztően szigorú törvényekkel. 99 évig építesz valamit, és egy pillanat alatt romba tud dőlni. Vigyázzunk! Tehát mire használjuk föl ezt az életet? Amennyiben ismered az inkarnáció törvényeit és a karma működését, annyiban tudsz dönteni erről. Ha nem, akkor azt hiszed, hogy téged meghatároz valaki vagy valami, hogy te valakinek vagy valaminek az akaratát kell, hogy kövesd, hogy te neked ilyen és ilyen sorsod van, mert megmondták, hogy ki vagy, ezek mind-mind relatív, lezáró, dogmatikus nézetek. Ha valaki e között érzi magát biztonságban, semmi gond. Az ember prométeuszi természetem mindig föllázad, hogy mi van a határon túl. Mi az, ami még nem én vagyok? Mi az, amit még nem tapasztaltam meg? Mi az, ami a kerítésen túl van? És akkor még egy lépés kell. Akkor a beérkezés kell. Akkor a teljes valóság kell. És ehhez elengedhetetlen a sok-sok egyéválás tapasztalat. Amikor az énség, mint korlát megszűnik, amikor az ego, mint fal megszűnik, amikor az életed nem falak mögött van, hanem ugyanazokból a kövekből utat építesz magadnak és másoknak. És ekkor úgy érzed, hogy érdemes, és hirtelen értelmet nyert. Miért? Mert értelmet adtál neki, mert egy célt kitűztél és követed, és ettől lesz értelme. Mástól nem. Tehát amit most megtanulok, belátok úgy igazán, akkor annak marad valamilyen lenyomata? Emlékszel holnap is arra, amit ma tanult? Hát, ha olyan méreható, olyan igazi, akkor igen. Hát ismétlése tudós anyós, tehát nem árt újra megtanulni ezt, újra gyakorolni ezt. Tehát, ha valami számodra elérni az igazság, a tapasztalat és az azonosulás minőségét, amivel azonosulsz, azt betetted az izsákba, ráhúztad a cipzárt és megy veled. Amivel nem azonosulsz, azt is felejted és ki is hajítod az izsákból. Nagyon-nagyon nehezen hiszi el az ember, hogy eredetileg az izsákja üres, tehát hogy ő eredetileg szabad. De ami lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondol, érez, mond, tesz, azzal mind tud azonosuló és nem azonosuló kapcsolatot vagy lagosan létrehozni. Amivel azonosulsz, bemegy az izsákba, és énként tovább viszed, amivel nem azonosulsz, azt kihajítottad, elfelejted, és akkor anélkül mész tovább. Egyéni döntés kérdése. hogy itt gyakran említed azt a szót, hogy lélek. És ez egy kicsit olyan furcsa buddhizmusban. Tudom hogy... én, de hát anélkül itt nem megy, hát muszáj Magyarországon és Európában a lélek fogalmával dolgozni. Mi lenne, hogyha csak azt mondanám, hogy a karmát gyűjtemény az olyan hideg, az olyan személytelen, az olyan, mintha ilyen orvosi bonc asztalon így felvágnám így darabokra, hogy látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, múlt, jelen, jövő, szeretem, nem szeretem, és összerakva kérdője, hát muszáj, hogy a lelket említsem annyira elhisszük, hogy ez úgy, ahogy van, mi vagyunk, és ez az egész csak az, ami mi vagyunk, muszáj vele dolgozni. De az, hogy a lélek fogalmát letisztáz, és a lélek és a tudatosság nem ugyanaz. Ez nagyon fontos. Ahogy az Isten fogalom mélyére nézünk, az anyag fogalom mélyére nézünk, a minden és a semmi mélyére nézünk, hogy honnan jönnek ezek a fogalmak, ugyanúgy a lélek mélyére nézünk, és rájössz, hogy az öt fizikai érzékszerv, a fogalmi gondolkodás, a megkülönböztető gondolkodás, az emlékező gondolkodás, tehát amit a zenitánytűben úgy olvasol, hogy a nyolc tudatszint, az eredetileg nem mi vagyunk. Van a lélek, ami mondjuk a 6-7-8, van a test, ami mondjuk az 1-2-3-4-5, és csatlakozik egymáshoz különböző érzékszerveken, egyebeken keresztül. Tehát test és lélek, mint hardware és szoftver mint kompjúter és OS és egyéb telepítések, letöltések. Viszont az operátort keresed. Azt a tudatosságot keresed, amik az egészet látja, végső soron teremti, meghajtja, és a többi. Tehát muszáj a lélek fogalmával dolgozni, mert rendkívül gyakori. Az emberek mind dolgoznak ezzel, tehát miért ne dolgozzunk mi is ezzel? Tehát ha azt mondod, hogy van lélek, mint önálló létező, hiba. Ha azt mondod, hogy nincs lélek, mint önálló létező, az is hiba. Rendkívül jól lehet ezzel a fogalommal segíteni az embereket az útjukon. Hát igen, ez lett volna akkor kérdésem, hogy mit értesz a lélek alatt, és akkor még egy, hogy hogy egy picit ha azt tisztáznád, hogy a tudat és tudatosság viszonyát, ha erről. Tudatot azt általában a hatosra, fogalomalkotó tudatra, a szövegszerkesztőeksel tábla meghajtó tudatra szokták mondani, tudatosság pedig mindaz a buddha természet, ami az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-at látja. Hát Tehát a harglet és a szót fel látja. A, mondjuk Nevezzük mondjuk. így, nevezhetjük buddha természetnek, tiszta tudatnak, megvilágosodásnak. Ezt szeretjük, ezt is nagyon megszabadulás, ezt is szeretjük. Tehát minden, amilyen pozitív illúziókat kelt az emberben. Tehát ilyeneket szeretünk. Úgy. Jó? Köszönöm. Eredetileg nincs. Eredetileg még ez sincs. De mivel megteremtettük és beraktuk az inkarnációk centrifugájába, ezért van. Mivel megteremtettük, de önállóan nem létezik úgy, hogy tőlünk függetlenül nincs olyan rendszer, amelyik elszigetelt lenne teljesen a környezetétől. Nem csak a termodinamika törvényei miatt, mert egyébként is a világ így működik. Jó? Annyit szeretnék kérdezni, hogy itt most emberek kérdezgettek kérdéseket, ez fel is van véve. Feltételezem azt, hogy ezt emberek meghallgatják később. Ugye van ez a zen és a buddhizmus megvilágosodás, tehát másik országokban is vannak hasonló csoportok, hasonló előadásokkal, hogy az európai ember, tehát biztos hallottál már egy jó néhány kérdést, hogy az európai, vagy a közép-európai, mondhatnám, hogy magyar, tehát az itteni ember, a fejlett, a fej, tehát a kérdései alapján az ember fejlettségi állapotát is meg lehet állapítani. Itt vannak fejlett emberek, vagy ugye a buddhizmus hazája, azt hiszem Tibet, ez a rész, vagy esetleg a keleti népek fejlettebbek, mint mi, európai emberek. Senki sem fejlett, mindenki ugyanazokkal a problémákkal küzd más és más felrakásban. A buddhizmus eredete egyébként Észak-India, a déli átadási vonal az ugye Sri Lanka, Tájföld, Malajzia, eh, egyebek, az északi átadási vonal Pál, Tibet, Kína, Korea, Japán, és ezt leegyszerűsítve mondtam el. Innentől kezdve, hogy ki fejlettebb, ki nem fejlettebb, enged meg terméketlen a kérdés. Miért? Ha én ebben gondolkodnék, nem tudnék tanítani. Ide jössz? Mert megválogatnád akkor az embereket? Tehát megválogatva meg nem lehetne tanítani. Így van, ahogy mondod. Nem válogat, hanem problémákat oldunk meg közös erőfeszítéssel. Még egy kérdésem lenne, hogy vannak emberek, akik látják másik, másik emberek betegségét, és akár tudják gyógyítani, és a betegség okát is látják. Most ezt a, tehát ezt a tudományt van, aki ugye szerintem ezzel születik, van, aki nem, esetleg elsajátítja, nagyon kevés ilyen ember van, most aki esetleg megvilágosodik, vagy, vagy magasabb szellemi szintre jut, csak akkor tud ilyet elsajátítani, vagy ez, ez is vele születhet akár. Csak mondanák egy példát, hogy Erdélybe csináltak egy felmérést, hogy négy öreg bába asszonyt elővettek, hogy mondja el az élettörténetét, Elmondta mindegyik, hogy hány száz szülésnél vett részt, és ö, szám szerint és semmi gond nem volt egyiknél sem. Nem úgy, mint ma, hogy ö, mondtam egy számot, hogy ö, tíz szülésből kettő császáros itt az idézőjelben DR nevű orvosoknál. Na most ezek a bábaszonyok azt mondtak, hogy ö, erre születni kell, hogy valaki szülész legyen, születni kell arra, hogy valaki gyógyíthasson hogy ezt egy kitisztult szellembe lehet csak magunkévá tenni ezt a tudományt, vagy velünk születik és van, akármilyenek is vagyunk. Lehozhatsz te bármit a lélekben, ha az nincs kiművelve, akkor itt nem manifestálódik. Tehát ahhoz a neveltetés, a tapasztalat, egyebek mind kellenek. Tehát nincs olyan bábaasszony, aki fiatal korában öregebb bábaasszonyoktól ne tanult volna. A saját karmája odavonzotta a szülésekhez, és ez érdekelte, és akkor dula vagy bába, teljesen mindegy, de ez kellett neki, mert a lelke arra hívta. Tehát ezért kerülünk bizonyos helyzetekbe, ezért kerülünk közel bizonyos emberekhez, hogy a bennünk lévő karma manifestálódhasson. De ennek a megvilágosodáshoz semmi köze. Egy sokkal, de sokkal nagyobb volumenű fogalomról van szó, a megvilágosodás egyszerűen ilyen szinten a rálátás ezekre a képességekre. És ezen képességeknek a helyes művelése. Amikor a Buddha élt, nagyon sokan tudták, hogy speciális képességei vannak. Nem hétköznapi. És oda ment egy asszony, akinek az újszülöttje szülés után az anyomban elhúnyt, és azt mondta, hogy magasztos, támaszt fel a gyerekemet, tudom, hogy képes vagy rá. És a butha azt mondta, természetesen csak kellene egy kis kenőcs hozzá, ez mustármagból készül, de ennek a mustármagnak olyan házakból kell származni, ahol még nem volt haláleset. És az asszony elkezdi az arándok útját, és bemegy a házakhoz, és azt mondja, hogy szeretnék kérni mustármagot, de csak akkor, ha itt nem volt haláleset. És kapja a visszautasításokat, és kapja ezeket a nagyon ébresztő visszajelzéseket, és egy idő után visszamegy a buthához, leborul előtte, megköszönni a tanítást a karmáról, és eltemeti a gyermekét. Úgyhogy mi az, amit gyógyítunk? A buddhizmusban nem a testet gyógyítod, hanem a tudatot. Az a karma, ami a testen lecsapódik, korábbi cselekedetek, szavak, érzelmek és gondolatok, azonosulások és választások eredményei. Ezeket lehet és kell is a gyógyászat eszközeivel gyógyítani, azért, hogy az úton haladhass és felébredhess. De a megvilágosodáshoz vezető útban nem szerepel az, hogy itt különböző wellness meg gyógyításokat, meg csodákat, meg egyebeket fogsz látni, és rajtad ezt végrehajtják. Nem erről szól. Arról szól, hogy szabadulj meg az élet és halál kötöttségeitől, szabadulj meg attól a belső dualitástól és kényszerektől, amelyek a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját generálják. Tehát egy sokkal, de sokkal azt mondom, transzcendensebb, meghaladóbb útról van itt szó, sem, hogy ugye fizikai gyógyításról ezen belül szó lehessen. A test nagyon mulandó. Tehát ebbe azért nem tesz külön energiát a a gyakorló, ha kell elmegy kórházba, ha kell elmegy gyógyítóz, de ez nem a megvilágosodáshoz vezető út része. Szükséges ahhoz, hogy a test működjön, és kész. Jármű, ha baja van, elviszed a szervizbe, megcsinálják, és mész vele újra az úton. Ennyi. De előbb-utóbb az a jármű kifut alólad, és aki felvette a testet, az meg is fog halni. Ezelől a törvény alól semmi kivétel nincs, egy darab se. Tehát amíg ebben a rövid inkarnációban rendelkezésre áll épp test, épp lélek, épp tudatosság, addig kell csúcsra járatni azt a realizációs praxist, azt a gyakorlatot, amiben a tiszta tudatot eléred, és a felébredést megtapasztalod. Ehhez kapcsolódva szeretném akkor megkérdezni, hogy mi van abban az esetben, hogyha valakinek a, tehát az, a tudatossága sérül mondjuk egy betegség által, tehát agyvérzés vagy ilyesmire gondolok helyre kell hozni, amennyire lehet. Ezért van szükség nagyon-nagyon komoly kórházakra, konduktorokra, gyógyászokra, segítőkre. Nagyon komoly szükség van rájuk azért, hogy visszanyerje azt a tudatosságot, azt az alapvető emberi képességet, hogy járhasson az úton, és élhesse az életét, és tapasztalhasson. És akkor ezek után lehet még egy lépést tenni fölfelé. És sajnos van olyan, hogy ebben az inkarnációban ez már nem lehetséges de akkor is törekedni kell rá, mert nem tudod, hogy mikor ébred fel a kómából, nem tudod, hogy a rohamai mikor szűnnek meg, nem tudod, hogy az adott befektetett energia, amit a környezet belé fektet együttérzéssel, bölcsességgel, odafordulással, önzetlenséggel, hogy ez mikor hozza meg a gyümölcsét. És bele kell tenni. Úgyhogy nem tudod, hogy mikor és hogyan lesz eredménye. Van-e arra gyakorlat, hogy így megnyissuk a, a tanítás előtt a szívünket? Arra külön gyakorlat nincs, hogy a szívünket megnyissuk, mert azt valaki kívülről nyitná meg. Nem kell. Ha jelen vagy a szangában és gyakorolsz, az itteni gyakorlatok, a templomban végzett gyakorlatok már ki fogják nyitni a szívedet, pontosan akkor, amikor erre szükség van. Vannak ceremóniák, például a fogadalomtétel, amelyek ezt ugye kívülről is vissza tudják igazolni. Ezek önkéntesek. Természetesen nem mondja meg senki, hogy neked fogadalmakat kéne tenni, mert akkor azok parancsolatok lennének, és nem fogadalmak. De nincsen külön olyan szertartása, honnan kezdve te nyitott szívvel lennél a gyakorlatban. Ezt mindig, minden pillanatban el kell érni, és meg kell nyitni a szívedet, és nem a saját kis kulcsocskáddal, hanem hogy leveszed a falat előle. Külön ceremónia nem kell hozzá, de folyamatos gyakorlás az igen. Valahol olvastam, hogy van egy olyan gyakorlat, hogy mint amikor a bogár belelepül a tűzbe, és a elég. Egy pillanat alatt az ego is, tehát van egy ilyesmi, hogy, hogy ezen... Láttam ilyet, mert nálunk azért van nyílt láng, nem követném a moly lepkéket és az egyéb ilyen szárnyasokat, akik összetévesztik a tüzet és a fényt. Amikor a megbánási ceremónia van, akkor van egy ilyen mondat, hogy karmánknak nincs ön természete, de a tudatunk teremti. Ha tudatunk is, karmánk is ellobban, és mindkettőt üresnek látjuk, ez az igazi megbánás. De ez nem csak megbánás, ez a felébredésnek is az áloga. Hogyha a tudatodat és a karmádat egyaránt üresnek, tehát teremtetnek, önmagától nem létezőnek látod és tapasztalod. Ez a felébredés. De ez nem a moly lepke halála vagy pusztulása a gyertyalánkban. Ez egy sokkal magasabb rendű tapasztalat. Miért? Azért teszem ezt egy teljesen más síkra, mert főleg a materiális, individuális világban, akár keleten, akár nyugaton, nem földrészfüggő, ezt a hasonlatot sajnos az egyén halálával hozzák összefüggésbe. És hogyha a moly lepkét megnézed, semmi nem marad. De nekünk a tapasztalat során az igazi önvalónk marad, mint egyetlen érvényes realitás. A moly lepkének nincs ilyen. Az kaput. Nem szabad összetéveszteni a test pusztulását a felébredéssel. Nem szabad összetéveszteni a lélek sérülését a felébredéssel. A meghaladó bölcsesség, amint azt a definíció is ugye mondja, meghalad, nem megsemmisít. Ezért látod üresnek, ezért látod teremtetnek, de nem semmisítesz meg semmit. Minden úgy van, ahogy van. Ezt a világ ilyenségének hívjuk, szanszkritul tathatá, vagy buta tathatá. A hasonlat itt természetesen sántít, mi nem sántítunk, se te, se de a hasonlat sántít. És éppen ezért még egy lépést kell tennünk, hogy a felébredés útjára úgy lépjünk, hogy az életet és halált meghaladó útként lássuk, és nem mint egy haláltapasztalat. Tehát az illúzióid meghalnak, az egoitásod ellobban, de az igazi önvalód az marad. Ugyanis a sose született és sose hal meg nem jelenik meg, és nem tűnik el. Nem jó, és nem rossz. Nem nő vagy férfi, keleti vagy nyugati, semmiféle dualisztikus kategória nem jellemző rá. És ezért nem lehet azonosítani a puszta halál azt, amit a felébredés útjának mondunk. Megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a kitüntető figyelmet. Nagyon örülök, hogy Kecskeméten a darma úgy tűnik egy újabb formában is megtalálta az otthonát, és itt gyökeret lelt. Szeretnék lelkesíteni arra mindenkit, hogy tegye meg ezt a kevesebb mint 200 km távolságot a templom és Kecskemét között, és hogyha szeretnétek, gyakoroljunk együtt, építsük a templomot együtt, és így a darmát minél több embernek fel tudjuk ajánlani.